Tudtátok, hogy az én kedvenc énekesnőmről szól az összes hír? Sajnos ezek a hírek nem arról szólnak, hogy 2015 után kiadott volna egy új dalt. Hanem arról, hogy szakított a férjével, akivel már 6 éve együtt voltak. Ezt nagyon fontos dolgot egyébként Instagramon közölték mindketten. Szeretnénk mindenkivel tudatni, hogy 6 év után, sajnos, a kapcsolatunk véget ért Gáborral. Hanna Róza felügyeletét, nevelését továbbra is közösen tervezzük, szeretetben, békében. Az ő biztonsága a legfontosabb mindkettőnk számára. Arra kérjük a sajtó képviselőit, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket, ennél többet nem kívánunk megosztani a nyilvánossággal. Kérjük, hogy legyenek tekintettel kislányunk, Hanna Róza érdekeire. Megértésüket köszönjük. Aki nem tudja, hogy ki a Tóth Gabi volt férje, szégyelje magát. Rausz Gábor a nagyobb sztárséfet még én se láttam. Már csak az a kérdés, hogy ki a nagyobb sztárséf, a Rácz Jenő vagy a Rausz Gábor? Sziasztok, nemrég értünk haza a hétvégi bevásárlásból, és vettem is egy dobozos Sixo Zero kólát, amit már szerintem ti is nagyon jól ismertek, és a polcon Sixo kóla is volt, ami ebbe a piros színű dobozban található. Tartósítószer nincsen benne, és tudjátok, hogy mi nincs még benne, és mi nincs bennük. Aszpartán. Úgyhogy ki akartam próbálni, vettem is egyet, meg is kóstoltam, és nagyon finom. Nekem ez a kedvencem. Annak, aki azt gondolná, hogy ez fék, az el kell keserítsem, ugyanis már az Instagramon is kikövették egy. Szegény Gabinak a 445 ezer vásárolt követő mellett volt egy darab igazi követője, de már az sincs neki. Nem kell félteni a Gabit, igaz, hogy a férjét elveszítette, de a díjait azokat nem, és azokat ezután is örömmel pakolgathatja össze-vissza a házban. 2012-ben Tapolca és kistérsége... Most mindenki gondolhatja, hogy milyen rossz, hogy a lányuknak elvált szülők mellett kell élnie. Ezen kívül nemrég lett kész a házuk Szentendrén, ahol hát nem is fognak már élni együtt többé. De viszont higgyétek el, tudom ezt még fokozni, ugyanis a Rausz Gábornak a felkarján egy orbitálisan nagy Tóth Gabi tetkó található meg. Ilyenkor még biztos nem sejtette, hogy ebből egy év múlva válás lesz. Egyébként a szerencsekerék után a második kedvenc műsoromban, az RTL reggeliben beszélgettek erről a témáról. Tóth Gabi és Rausz Gábor szakítottak, hogy ennek válás lesz a vége, vagy nem, ezt nem tudjuk. Ez azért csak a második kedvenc műsorom, mert ebben nem szerepel a Kassa Tibi. A viszonyítási alap Kassa Tibor túró Hát ezt nem hiszem el. Viszont ami aktualitása a témában nálunk, az az, hogy Rausz Gábornak van egy Tóth Gabit ábrázoló tetoválása vállán. Úgyhogy hívtunk egy tetováló művészt, Vejde Ancsát, aki el fogja mondani nekünk, hogy mi a helyzet a közös tetoválással, mi a helyzet a párokra utaló tetoválással, illetve általánossággal. Mennyire divat ez egyáltalán manapság? Igen, igen. Na de nézzük, hogy a tetováló művész mit gondol erről az esetről és erről a tetoválásról. Szerintem ez most még egy kicsit korai megmondani, tehát most le kell, hogy csengjenek ezek az érzelmi hullámok, én azt gondolom, és akkor utána fog eldőlni a sorsa. Ha én rajta múlna, akkor biztos, hogy első körbe elkezdenék azon gondolkodni, hogy mindenképpen levetetném. Ennek azért ugye egy módja van csak, lézer, jobban, de bocsánat, kettő, mert el lehet tüntetni, de az csak takarással. Ha másért nem, legalább az a tetováló nő eljött magát promózni a tévébe. Csak mint tetováló művész vagyok jelen, nem csináltam lézerezést, viszont amit én tudok, hogy 100%-osan nem tünteti el, és szerintem nem is... Nem lehet utána egy olyan tiszta dolgot rátenni, tehát mondjuk egy portrét, egy másik portrét nem lehetne. Hát lehet, csak nem úgy fog kinézni, ahogy azt mi gondoljuk. Mint valami hasonlóra. Lenyújtátok a munkáimat? Ja. Abszolút, abszolút. Ezeket te csináltad igen, akkor. Igen, igen, igen. Tehát látunk, van olyan, hogy amikor egy műtéti heget is eltakarunk, és abszolút kiadja. Viszont akkor nyilván lehet, mondjuk ez is egy kicsit. De ne vagyos. Ezeket mind te csináltad, amiket igen, itt most látunk? Aha. Hát akkor az elég sok különleges kéréssel igen. fordulnak hozzád, nagyon, nem? Tehát egy régi elrontott tetkót. Igen, nagyon sok van. Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, dobj egy lájkot, én pedig szurkolok Tóth Gabinak,
találjon egy férfit, aki el tudja viselni.